özge. Kiderül, hogy milyen a személyiségünk. Valószínűleg ebben az életemben nem fog összeérni, hogy megvilágosodjak, ezt már most 35 évesen látom. Engem el tudsz varázsolni, akarsz. Wow, tényleg? Én nagyon el tudom rólad képzelni. Amikor rátettem a virágcsokromat a Dunára, akkor elkezdett az árral szemben úszni. Tudom, hogy valóban képes vagyok ilyen típusú kommunikációra. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható, fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Steiner Kristóf, műsorvezető, író, újságíró nem egyedül érkezett. Magával hozta hűtársát, özge kutyát, aki egyébként gazdájához hasonlóan vegán életmódot folytat. Kristóf életének olyannyira természetes része a spiritualitás, hogy szinte nem telik el úgy nap, hogy ne kapna valamilyen égi jelet. Özge ilyen több funkciós az életemben, mert egyrészt valóban a gyermekem, másrészt pedig kicsit úgy is tekintek rá, mint egy ilyen csendes társra a munkámban, mert hogy gyakorlatilag mindenhova jön velem, a főzőkurzusoktól kezdve, az interjúkon át, műsorfelvételekig, és tulajdonképpen, hogyha nem lenne velem, akkor talán egy picit már ilyen félkarúnak is érezném magam nélküle. Kép becsukta a szemét, tehát lehet, hogy el fog aludni itt a kis... Persze, igen. Ő nagyon profi ebben tulajdonképpen. Amikor még műsort vezettem a Zene TV-nél, ő már akkor folyton kamerák előtt és reflektorok előtt volt, úgyhogy mindenben van tapasztalata. A kutyát hozzájárulhatott ahhoz, vagy erősíthette a te spirituális utadat? Mert hogyha úgy tekintesz rá, mint egy gyerekre, vagy egy olyan lélekre, aki fontos az életedben? Abszolút, mindenképpen. Olyannyira, hogy az életem egyik legfontosabb mérföldkövének tekintem, amikor az özge bekerült az életembe 13 évvel ezelőtt. Az özge egy olyan egyrészt elfoglaltságot adott nekem, tehát hogy az embernek gondoskodnia kell valakiről, és nem minden esetben saját magamat helyezem előtérbe, mert van valaki, akiért felelősséggel tartozom. Másrészt pedig egyszerűen talán sokaknak furcsa hangzik, hogy ezt mondom, de hogy lett egy olyan barátom az életemben, akire mindig számíthatok, aki mindig velem lesz, aki mindig szeret, aki mindig elfogad olyannak, amilyen vagyok. Úgyhogy tényleg nem tudom elképzelni az életem nélküle, és bár már 13 éves, én mindig azt szoktam mondani, hogy az özge túl kell, hogy éljen engem, mert nem tudom, hogy mi lesz velem nélküle. Akkor erre nem vagy felkészülve? Nem, abszolút nem. Tényleg, bár sok veszteség ért az életemben, és úgy érzem, hogy gyakorlatilag bármit meg tudok már emészteni, de hát tényleg hosszabb ideje vagyunk együtt, mint bármelyik párommal a múltban, és tényleg még az özge illatától is függő vagyok, tehát hogy nem is tudom elképzelni, hogy mi lenne velem, de hál' Istennek tényleg nem is kell erre gondolnom. És hát aztán pedig, hogyha tényleg gondolnom kellene rá, akkor biztos vagyok benne, hogy azért az a neveltetés, amiben én részesültem, a buddhizmusnak az egyik legfontosabb alapelve az az, hogy semmit nem birtoklunk, és hogy minden, amit kapunk, az ideiglenesen a miénk. És néha ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, de hát az élet mindig megy tovább. Ezek szerint ezt hozott otthonról, a buddhista életszemléletet. Ilyenek voltak a szüleid? Igen, ilyenek voltak a szüleim, és abszolút hozom magammal ezt a szemléletet, de ugyanakkor azért az én szüleim sem voltak mindig tökéletesek, és nálunk is voltak drámák és veszekedések, és 10 éves voltam, amikor elváltak a szüleim, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy aki buddhista, az egy lótuszvirágban meditál egész nap, és semmi meg sem érinti. De
az mindenképpen igaz, hogy néhány olyan alap elv az életemben, mint például az, hogy amit teszek, azt visszakapom, legyen szó jóról vagy rosszról, vagy az, hogy ez nem az első életem egészen biztosan, és nem is az utolsó, mert egyszerűen valószínűleg ebben az életemben nem fog összeérni, hogy megvilágosodjak. Ezt már most 35 évesen látom, hogy... Nem tudhatod. Nem tudhatom, de sajnos hál' Istennek nem tudom, azért vagyok annyira hedonista, függetlenül attól, hogy spirituális ember vagyok, de én szeretek bulizni, szeretem élvezni az életet, és hogyha tudnám, hogy ne adj Isten, egy éven van hátra, vagy akár fixen tudnám, hogy 10 éven van hátra, akkor nem az lenne a módszerem, hogy akkor most elköltözöm egy hegytetőre, és mostantól csak meditálok, és rájövök arra, hogy hogyan kell megvilágosulni, hanem valószínűleg akkor azt mondanám, hogy akkor körbeutazom a világot, akkor szeretném megkóstolni a világ legfinomabb koktéljait, és szeretnék izgalmas művészekkel találkozni, tehát azért függetlenül attól, hogy valóban van egy spirituális világnézetem, büszkén vallom, hogy igenis materiális világnézetem is van, és szerintem valaki csak úgy lehet ebben a világban boldog, hogyha ezt a két végletet vagy pólust egyensúlyban tartja. Mikor fordulsz többször a spiritualitás felé, vagy befelé? Mint minden ember talán, vagy mint a legtöbb ember, én is akkor, amikor kétségbe esett vagyok. Tehát én elég sokáig tanultam például kabbalát, és a mai napig az életemnek egy fontos része. A Kabbala Központban 2009-ben kezdtem el tanulni Tel Avivban, amikor kiköltöztem. Elmondod, hogy mi az? Mert persze, hogy ne. Sokan nem tudják, mi az a kabbala. Így van. Ha a legtöbb ember úgy gondol rá, mint a zsidó spiritualitás, vagy a zsidó miszticizmusra, a valóságban a zsidó valláshoz úgymond nincs is köze, mert hogy a vallás az egy intézményesített dolog, és azt, amit ma például zsidó vallásnak, vagy keresztény vallásnak, vagy akár buddhista vallásnak nevezünk, azok néhány száz, vagy legjobb esetben néhány ezer éves tudományok, viszont a világ ennél sokkal idősebb, és a spirituális gondolkodás és a misztikus gondolkodás ennél sokkal idősebb. Tehát a kabbala alapjai azok 4-5 ezer évre nyúlnak vissza, amikor még a mai intézményesített vallások nem is léteztek. Mik vannak ebben? Könyörgöm, kicsit taníts. Egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Nem is annyira bölcsességnek nevezném, hanem egyfajta térképnek az élettel kapcsolatban. Például a kabbalisták úgy gondolják, hogy minden embernek az életében van egy tikkunja, ami azt jelenti, hogy egy javítani valója, és függetlenül attól, hogy persze az életünk során millió olyan helyzet van, ahol lehetünk jobbak, lehetünk, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, de mindannyiunknak van egy olyan fix karmája, egy olyan fix korrekciója, amit az előző életekből hozunk magunkkal. És neked mit? Mi a hát, azt tudom, hogy jó néhány dolog van, amiben javíthatnék. Ezek közül néhányat, csak hogy felemlítsek néhányat a hibáim közül. Igen, én is azon gondolom, én magamban gondolkozom közben, hogy nekem mi, majd mondom, kíváncsi vagyok. Mondjad. Nekem, hát egyrészt az, hogy én azért egy nagyon exhibicionista ember vagyok, és nem hiszem, hogy ez feltétlenül rossz dolog, de folyton figyelnem kell arra, hogy az exhibicionizmusomat és az önkifejezés iránti vágyamat ne pusztán az egóm simogatására használjam fel. Tehát, hogy mindig én persze szeretek tévében szerepelni, szeretek kreatív dolgokat csinálni, legyen szó színházról, írásról, újságcikkekről, de hogy amellett, hogy a saját szekeremet tolom, útközben találkozok olyan emberekkel, akiket a részesévé tudok tenni annak, hogy ők is egy következő szintre juthatnak szakmailag ezáltal, vagy hogy olyan ügyek mellé álljak oda, amiknek globálisan nagy jelentőségük van. Ez úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fontos irány az életemben, és feladat az életemben. Illetve egy másik dolog, amit azt hiszem, hogy nagyon jó úton vagyok mostanában az elmúlt egy évben, afelé, hogy ezt megvalósítsam, hogy én egy hihetetlenül drámai és sokszor kimondottan akár hisztis alkat vagyok, és például veszekedések során
nagyon sokszor el tudtam jutni olyan pontra, hogy tehát én tényleg az az ajtócsapkodó, üvöltöző, a múltból dolgokat felemlegető típus voltam, aki inkább építettem a drámát sokszor, mint hogy elcsitítsam, de tényleg én már abban vagyok, hogy amint felütti a fejét az az érzés, hogy itt valami kimondatlan, vagy valaki rosszul érzi magát, én a lehető legérzékenyebben és a lehető legkönnyedebben felhozom és megpróbálom megoldani. És ez egy szöges ellentéte, ez a viselkedésmód annak, mint amit én ösztönösen tennék. Kabbalában az asztrológia is egy nagyon-nagyon fontos irányvonal. Minden egyes asztrológiai jegy kötődik egy színhez, egy bibliai hőshöz, egy tipikus tikkunhoz például, egy megoldandó problémához. Állítólag az az ember, aki olyan tisztán étkezik, mint Kristóf, és ráadásul spirituális úton jár, annak magasabb a rezgés szintje. Talán ezzel magyarázható, hogy két lámpa is kialudt, míg Kristóffal a lelkéről beszélgettünk. Már a második lámpán gondolta meg magát, ami a világítást illeti, amióta megérkeztél a terembe, ma igen, még ilyen gondunk nem volt. Ez azért nem lep meg túlságosan, mert nem tudom, mi történik közöttem és az ilyen elektromos hullámok között, de rendszeresen tönkre megy körülöttem bármi, ami elektromos. A telefonjaim ilyen egy-másfél évig bírják, ha egy barátomnál ott vagyok és felcsatlakozom a wifi-re, akkor az fél órán belül elmegy a wifi, és nem lehet rá többé csatlakozni egyetlen géppel sem, és nem tudom, többen megjegyezték már, hogy lehet, hogy van valami hatásom az elektromos berendezésekre. Tényleg, tehát valami van a kisugárzásodban, meg egyébként is azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy rád nézek, azonnal az jut eszembe, hogy nem a divat, hogy ez nem divatból nézel ki szerintem így, hanem valami ilyen spirituális háttérérzetem van. Én nekem az egyetlen szabályom az az, hogy kényelmesen, úgy, ahogy nekem tetszik, és most például kitaláltam ezt, hogy nem vágatom le a hajam 7 évig. Hol tartunk most? 4-nél tartunk. Szép hosszú lett. Igen, köszönöm. Egyébként tök jól áll. Igen, meg már aktívan őszülök, itt látom a kis halántékomat. Az nem is tűnt föl. Nagyon őszülök, és szeretem is, és az a hosszú távú célom, hogy majd amikor olyan 60-70 leszek, akkor olyan Dumbledore professzor a Harry Potterből körülbelül erre a fazonra gyúrok. Viszont nagyon figyelem a nyakláncodat, amióta bejöttél. Ez valami jelkép? Igazából nem is annyira jelkép. Én nagyon szeretem a háromszögeket. Nagyon úgy érzem, hogy egy ilyen sok jelentése van, egy sok dimenziós dolog. Eleve sokan félreértelmezik, de ugye az Illuminati, az illuminátusoknak is az egyik fő jelképe a háromszög, és Magyarországon, illetve hát szerte a világban van egy ilyen trend, hogy az Illuminátira úgy gondolnak, mint valami, nem tudom, rend, amiben csak nagyon gazdag emberek tartozhatnak bele, és hogy az új világrendet ők határozzák meg, de ez valójában nem így van. A történelem során és évszázadok óta nagyon-nagyon sok ember vallotta saját magát illuminátusnak, ami azt jelenti, hogy felvilágosul. Tehát a to illuminate az azt jelenti, hogy világosságot hozni a sötétségbe. Sokféle ilyen háromszög medálom van, és amellett, hogy ez háromszögekből áll össze, egy kicsit ugye ilyen kristály formájú is, és a kristályokat is nagyon szeretem, és emellett pedig egyszerűen úgy gondolom, hogy mint művészeti alkotás is nagyon szép. Volt olyan élményed, ami ezt az egészet alátámasztotta, hogy valami van? Rengetegszer, nagyon sok jelet kapok, és egyrészt nagyon hiszek abban, hogy mindenhol jelek vannak, tehát, hogy például amikor az édesanyám meghalt, és a hamvainak egy részét buddhista szertartás során a Dunában engedtük el, kis mécsesekben, akkor amikor rátettem a virágcsokromat a Dunára, akkor elkezdett az árral szemben úszni. És hirtelen eszembe jutott ez a történet, hogy Buddha mielőtt megvilágosodott volna, amikor aszkéta életmódot folytatott, azaz semmit nem evett, naponta egy szem rizst evett, és folyton csak meditált, és rájött arra, hogy ez így nem lesz jó, mert meg fog halni, és hogy nem ezen fog múlni, hogy megvilágosodik-e vagy nem,
akkor miután végül megevett egy tál rizst, egy folyóparton állt, és azt mondta, hogy ha ezt a tálat ráteszem a vízre, és árral szemben úszik, akkor el fogok jutni a megvilágosodásig, és elkezdett a tál árral szemben úszni. És ez a történet nem is jutott eszembe évek óta, mert kiskoromban hallottam, és az édesanyám temetésén egyszer csak az eszembe ötlött, amikor azon gondolkodtam, hogy mi lesz az én anyukámmal, és hol van ő most, és hirtelen egy választ kaptam rá, hogy nekem egyáltalán nem kell aggódnom az anyukámért, mert a lehető legjobb helyen van. Kristóf épp egy héttel korábban kezdte a tarókártyát tanulmányozni, ezért különösen örült annak, hogy Novák László asztrológussal találkozott. Nagyon élvezetes és sok szempontból tanulságos volt ez a szabad asszociációs beszélgetés. Üszke. Kiderül, hogy milyen a személyiségünk. Mert ti már egy nagy massza vagytok gyakorlatilag. A te meghosszabbodásod. Érdekes. Akkor kezdem is, jó? Tehát itt négy részletét veszük a személyiségednek. Lesz benne egyéniség is, de az pont az a része, amelyiket egyikünk se ismeri. Most először elmondom azt, hogy mi az, amit mi is látunk belőled, meg te is tudsz magadról. Tehát ez egy egyszerű rész, ezt könnyen le tudjuk ellenőrizni. Nagyon nagy energiák, de olyan energiák, amik megfeszülnek benned, és valamiért nem mindig tud a felszínre törni. Tehát olyan, hogy megszületett valami tartalom, de még nem árad, nem tudom átadni, mert valami gát van bennem. De ezt tudjuk, ezt mi is tudjuk, mi is érezzük, hogy egy visszafogott ember vagy, most hiába beszél sokat, azért nagyon érzem azt, hogy mi az a határa, meddig el kell menni. Mm-hmm. Ugye? Tehát tudod, hogy meddig terjeszkedhetsz, és mikor azt kell mondanod, hogy állj. Mm-hmm. És ezt szerintem mindannyian tudjuk, mi látjuk, mi meg tudjuk. Mm-hmm. Hát az óriás energiákat azt beigazolja, hogy két lámpánk éget ki itt még az előző interjú alatt. Úgyhogy... Itt a visszacsatolás. Biztos, hogy igaz, és ez arra is vonatkozik egyébként, abban is felismerem ezt a kártyát, hogy például nem olyan régen a közösségi oldalamon feljött egy poszt, néhány évvel ezelőttről, ugye van ez az ezen a napon, ez történt veled, és valamikor olyan 2006 környékén írtam, hogy dolgozom a vegán szakácskönyvemen, és hogy idén karácsonyra megjelenik, és hát ehhez képest tavaly előtt jelent meg a szakácskönyvem. Tehát, hogy mennyire sokszor van olyan, hogy én már igazából tudom, hogy valahol belül már szinte készen van valami, de vagy a egyéb munkák, vagy a hezitálás, vagy a lustaságom az akadálya annak, és nem fog realizálódni. Hát remélhetőleg manifesztálódnak ezek, csak figyelnem kell rá, hogy lehet ezt előbb is, nem kell hezitálni mindig. Na most a másik, amit megbeszélünk, az, amit mi se ismerünk, te se ismersz magadról, és most ez a mélysége, ez az a része, amit ugye a pszichológia úgy hív, hogy tudatalatti. Mm-hmm. Tehát most mi se tudjuk a tiédet, te se igazán tudod. Most nézzünk bele. Egy kelyhek sorozatlapot húztál, egy udvari lapot, hatalmas érzékiség, hatalmas érzelmi energiák. Biztos, hogy tudatában vagy, de jóval mélyebb ez annál, mint amit te gondolsz. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny vagyok, tehát nem is szégyellem, hogy nagyon sokat sírok, legyen szó egy érzelmes filmről, vagy van olyan, hogy ülünk egy kávézóban, és egyszerűen ránézek a szerelmemre, és megfogalmazódik bennem, hogy úgy érzem, ez most történt meg pár nappal ezelőtt, hogy hihetetlen, hogy mennyivel jobb embernek érzem magam olyankor, amikor együtt vagyunk, és könyvbe lábad a szemem, és elkezdek bőgni. Tehát, hogy tényleg ennyire érzem. Igen, mert a tudatalattiból valami följön, és akkor az úgy kiárad. De ez azért jelentkezik így, mert ez egy királynő hozza össze az érzelmeket. Tehát azért mondtam a lágya fajtáját, mert ez benned így jön elő. Uh-huh. Így fog majd előjönni, de elvileg ezt a mélységet nem ismerjük. Tehát ez mélyebb annál is, amit te elmondtál. Királynő. Igen, ez egy érzelmi túlterítettség, ugye a vizet hozza mindig, ugye az ős anyavizet. Na hát ez is nagyon érdekes, mert nekem az anyukámmal egyrészt egy nagyon-nagyon szoros, komoly kapcsolatom volt, és tényleg hihetetlenül mélyen vagyunk összekapcsolódva, mai napig is pedig már több mint 10 éve nincs itt. Most elmondom azt, amit te nem tudsz magadról, de mi valószínű látjuk. Uh-huh. És ezek azok a nagy szellemi energiák,
amik téged végigkísérnek. Te nagyon sok mindent tudsz tenni dolgokért, élharcossá tudsz válni. Lehet, hogy valamilyen szinten tudod, de ez is jóval nagyobb annál, mint amit te gondolsz erről. Ami hirtelen most eszembe jut, és nagyon-nagyon igaz, az pont a vegán étkezéssel kapcsolatos, hogy én 2009 óta vagyok vegán, tehát jóval azelőtt lettem vegán, mielőtt Magyarországon ez egy ilyen trend vált, aminek én egyébként nyilván örülök, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és pozitív trend, de hát azért évek óta nagyon-nagyon sokat szenvedek attól, hogy hiába nagyon érzékenyen közelítem meg a témát, és legyen szó észérvekről, vagy érzelmi érvekről, nagyon-nagyon sok ember van, aki elzárkózik előle, tehát nem akarnak szembesülni a témával. Illetve a másik oldalról pedig, a vegánok oldaláról pedig érzem azt, hogy nagyon sokan mondják azt nekem akár a könyv kapcsán, vagy akár a kurzusaim kapcsán, hogy nekik a vegán életmódnak egyfajta zászlóvivője vagyok. És furcsa, mert én ezt nem választottam. Jó feladat egyébként. Ja. Van még egy lap, amit megbeszélünk. Az pedig az, hogy mi az, amit mi nem tudunk, de viszont eltitkolsz előlünk. Én ezt szeretem a legjobban, ez egy nagyon érdekes dolog. És itt most megint visszatértünk az érzelmekhez. A kelyek sorozat jött megint elő, ráadásul a hatos által, a hatos ugye számisztikailag hatásokat jelent. Tehát ezek itt érzelmi hatások. Ezek olyan érzelmi hatások, amik egy kicsit a káprázatot, a varázslatot magában hordozzák. Ez egy érdekes dolog, és mi ezt viszont elvileg nem tudjuk rólad. Tehát te tudsz ránk olyan hatást gyakorolni, amit mi nem tudunk. Nem leplezünk le, nem érezzük. De te ennek a birtokában vagy, te engem el tudsz varázsolni, akarsz. Wow, tényleg? Nem tudom rólad képzelni. Igen. Ez nagyon érdekes. Igen, de ezt te tudod, tehát most olyan... Tehát igen, ez volt, ami meglepődök. Hát azt tudom, hogy képes vagyok hatni az emberekre. Azt is tudom, azt vallom 100%-osan, hogy például a legesleg mondjuk homofóbabb emberrel, hogyha én leülök beszélgetni, és ő hajlandó velem beszélgetni, akkor olyan 10 perc után arra fogunk jutni, hogy tulajdonképpen a fontos dolgokban egyetértünk, csak nyitnunk kell egy kicsit egymás gondolkodásmódjára. És tudom, hogy valóban képes vagyok ilyen típusú kommunikációra, de azért mondtam, hogy nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert még ez soha nem fogalmazódott meg bennem, hogy ez nekem egy adottságom vagy erősségem. Igen. Ez egy érzelmi, pszichikai erő, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, érdekes történet. Nem sok emberben van, mert ugye hát most főleg a vakfoltnál, tehát amikor ez egyértelműen az alap fogja ezt nekünk itt jelenteni. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet. Abban a pillanatban, hogyha én úgy értékelem, hogy én magasan vagyok spirituálisan, azonnal történik valami, ami beigazolja azt, hogy mennyire rosszul gondoltam. Tehát tényleg, ha egy kicsit kezdem úgy érezni, hogy na most már azért úgy vágom a témát, és hogy most már tudom, hogy kell jól élni az életet, akkor egyszer csak rám jön egy akár 2-3 napon áttartó olyan zavarodottság, hogy azt se tudom, hogy mit kéne csinálni. És velem is előfordul, hogy néha azt gondolom, hogy veszek egy útra egy repülőjegyet, és eltűnök a világból, és letörlöm magam az összes közösségi oldalról, és ennyi volt Steiner Kristófnak lenni. És utána pedig felébredek másnap reggel, és azt mondom, hogy Úristen, ezeket az ajándékokat, amiket már eddig megkaptam, és ezeket a dolgokat, amiket eddig már felépítettem, ezek mekkora lehetőségek arra, hogy folytassam és figyeljem tovább. De látod, gondolatban mindig eljutsz oda, hogy egyfajta alázatot gyakorolsz, és ugye akkor ugye minden visszajön, és kezdődik ott, ahol abba hagytam. Csodálatos volt, nagyon jól éreztem magam. Nagyon ritkán adódik alkalom arra, hogy az ember egyszer érezze úgy, hogy egy baráti beszélgetésen vesz részt, és felfedezi saját magát, és ugyanakkor pedig mindezt megoszthatjuk egy csomó emberrel, aki otthon ül, és tulajdonképpen mi nem találkoztunk velük, ők viszont találkoztak velünk, úgyhogy egy óriási lehetőség volt, és természetes és könnyed, és ugyanakkor mély volt. Köszönöm neked.
Kristóffal való beszélgetés felhívta a figyelmemet egy nagyon fontos dologra. Figyeld a téged körülvevő világot, ha választ vársz egy kérdésre, mert a választ bármikor megkaphatod egy neked szánt jel formájában. Ehhez viszont nem csak a szemedet, de a szívedet is ki kell nyitnod.